16 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők a szeptemberi rendes testületi ülésen Bátaszéken. Ezeknek a témáknak egy része még kapcsolódik a rendkívüli ülés napirendi pontjához és ahhoz az energiaválság miatt kialakult helyzethez, amelyet meg kell oldjunk ebben az esztendőben. Megtárgyaltuk az első féléves gazdálkodásról szóló beszámolót, ahol azt tudtuk megállapítani a szakmai anyag tartalmából, hogy a költségvetési rendeletünket időarányosan tudtuk az első fél évben teljesíteni. Bevételi oldalon 50%-ot egy kicsit meghaladó mértékben sikerült a bevételeinket teljesíteni, kiadási oldalon meg 42%-kal teljesítettünk, tehát likviditási problémáink nem voltak, és hát igyekszünk a költségvetés sarokszámait betartva racionálisan gazdálkodni itt 2022-ben. Költségvetési rendeletet is módosítottunk, ez természetesen azokhoz a korábban meghozott képviselőtestületi döntésekhez kapcsolódik, amelyek egyrészt az energiatöblet költségek biztosításából fakadnak, másrészt az évközi előirányzatok közötti átcsoportosításból, ezt is támogatta a képviselőtestület. E napirend keretében tárgyaltuk azt is, hogy esetlegesen a város díszvilágításaival kapcsolatban hozzunk-e korlátozó döntést. Mégis úgy döntött a képviselőtestület, hogy az év hátralévő részében is mind a katolikus templom, mind a Szent Háromság szobor megvilágítása továbbiakban is változatlan formában fennmarad. Itt szeretnék eloszlatni egy korábban tévesen megjelent információt. Nevezetesen a képviselőtestület arról döntött, hogy a karácsonyi díszvilágítás sajnos idén nem kerül felszerelésre, de a mindenki karácsonyfája, ami a város központjába szokott állni, ez természetesen továbbiakban is, illetve 2022-ben is felállításra kerül, annak érdekében, hogy a karácsonyt így módon azért városi szinten is jelképesen meg tudjuk majd ünnepelni. A sportegyesület kérelmei is napirendre kerültek. Egyrészt kérte a BSE, hogy egy 1,3 millió forint tartozás elengedése történjen meg, ezt a képviselőtestület nem támogatta, és hát nem támogatta azt a kezdeményezést sem, hogy változzon a tanúszoda nyitvatartása, azaz, hogy szombati nap helyett vasárnap működjön hétvégén a tanúszoda, így eredeti formájában a korábbi döntésnek megfelelően hétköznap 8-tól 17 óráig, és szombaton 8-tól 12 óráig áll rendelkezésre a tanúszoda mindenki számára. Arról is döntött a képviselőtestület, hogy elindítja-e a helyi építési szabályzatnak a módosítását, ezt egyelőre nem támogatta a képviselőtestület, illetve nem támogatta a képviselőtestület annak a kártalanítási díjnak a megfizetését, ami arról szólna, hogy be tudjuk fejezni az ipari parkban egy földároknak az áthelyezését. Itt a magyar állam nyújtott be mintegy 800 ezer forintos kártalanítási igényt. Itt megpróbálunk egyeztetni a magyar állammal ebben a kérdéskörben, tekintettel arra, hogy jelenleg is ez a létesítmény a magyar állam tulajdonában lévő területen van. Csak egy nyomvonal változtatás és egy nyomvonal korrekció szeretnünk volna, így nem nagyon értjük, hogy miért kéne az önkormányzatnak plusz kártalanítási díjat megfizetni. Szociális témában is döntést hoztak a képviselők. Belső átcsoportosításokat hagyott jóvá a képviselőtestület az egyes szociális kiadási keretek között, illetve további mintegy 1,4 millió forint forrást biztosított a költségvetésen belül, annak érdekében, hogy zavartalanul tudja a Szociális Bizottság a beérkezett kérelmeket elbírálni. És hát arról is döntött a képviselőtestület, hogy 2022. október 1-től felfüggeszti a képviselői tiszteletdíjaknak a kifizetését, és az ez évben így megspórolt mintegy 1 millió forintot szintén a szociális ellátásoknak a fedezésére, nevezetesen a karácsonyi adományozási akció keretösszegének növelésére fordítsa. A testületi ülés során a város intézményeinek nyitvatartásáról is tárgyaltak. Több minden változik október 1-től. A Mátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal október 1-től más módon működik. Reggel 7.30-tól hétköznapokon 16 óráig, pénteken pedig 7.30-tól 13.30-ig
lesz nyitva. Az ügyfélfogadási idő az természetesen ehhez igazodóan fog működni, ha jól emlékszem, hétfőn, szerda és pénteki napokon, délelőtt, délután órákban jöhetnek az ügyfelek és intézhetik az ügyeiket. Változik a könyvtár nyitvatartási ideje is. Itt egy állandó működési rendbe fogunk átállni, 8 és 16 óra között látogathatják majd, illetve lesz nyitva a könyvtár, és vehetik igénybe a szolgáltatást majd a könyvbarátok. És egy kicsit változik a Városi Óvoda nyitvatartása is, 7.30-tól 16.30-ig áll majd rendelkezésre nyitvatartási szempontból a Városi Óvoda. A szülőknek ezen időtartamban lesz lehetőségük, hogy gyermekeiket az óvodai ellátásban elhozzák, illetve részesítsék.